Nézzük meg, hogy a unit tesztelés hogy kerül bele ebbe a képbe. Ez ugye, ha emlékeztek, a funkcionális tesztelésnek a legalsó rétege volt, vagy hát a legelső dolog, amivel foglalkoztunk. Ez a legelső védőbástya a szoftver bugjaival szemben, vagy a hibákkal szemben. Ad neked egyfajta biztonságot arra vonatkozóan, hogy ha mondjuk refaktorálsz, új kódot írsz, az eltörje azt, ami már korábban ott volt. A unit tesztelés, ha ugye, jól működik és jól van kezelve a projekteden, akkor ez lehet egy ilyen biztos támasz a fejlesztés során, hogy ha valamihez hozzányúltál, akkor úgy nyúltál le hozzá, hogy az még működőképesen tartja az alkalmazást. Emellett ugye nagyon közel áll a fejlesztéshez, tehát miután írtál kódot, vagy mielőtt írtál kódot, unit tesztet is írsz, vagy írtál. Ami segít abban, hogy hamarabb megtaláld azt, hogy mi rossz, vagy mi jó. És ugye nagyon fontos az, hogy minél hamarabb kiderüljenek a hibák, hogyha a unit tesztelés során rálelsz valamilyen problémára, akkor sokkal kevesebb pénzbe fog kerülni kijavítani, mint hogyha mondjuk nem tudom hány lépéssel később, még mielőtt menne productionbe az alkalmazás, akkor kéne fixálgatni. Nézzük meg, mi lehet a unit test. Ez egy klasszikus definíciója a unit testnek. Van egy kupac kódunk, jellemzően egy metódus, ami meghív egy másik kupac kódot, és aztán megnézi, hogy az a kupac kód az olyan dolgokat csinált, amit az egyik kupac kód az elvárt. Tehát mit tudom én, hogyha le akarsz tesztelni, van egy a második kupacod az mondjuk az, hogy összeadok két számot, az első kupacod meg az, hogy meghívom két paraméterrel, és megnézem, hogy jól adta össze azokat a számokat. Ez így oké? Okay. Hogyha rosszul adta össze, akkor eltört a tesztem, hogyha meg jól adta össze, akkor nem tört el. És ebben az esetben a unit az egy metódus, vagy egy... az egy metódus. Mit gondoltok, mitől jó egy unit teszt? A teljesen, menjünk vissza az időben mondjuk oda, amikor még nem létezett unit test, meg nem létezett unit tesztelős framework, viszont kitaláltad, hogy valahogy meg szeretnél győződni arról, hogyha megírtál egy metódust, akkor az azt csinálja-e, amit kell neki. Automatikusan fut, és akárhányszor lefuttathatom, ugye a megbízhatósággal hoztuk ezt nagyjából kapcsolatban. Könnyű implementálni. Egy egyszerű unit tesztet néhány pillanat alatt meg kell tudnom írni. Akkor vagyok jó. Mármint nem én, hanem a környezet, amiben dolgozom. Bárki képes lefuttatni. Hogyha varázsolsz magadnak valami mágikus unit testing framework-szerű dolgot, és nem dokumentálod meg olyan szépen írod, mint az 500 soros metódusok, akkor nem biztos, hogy bárki képes lesz futtatni, viszont csapatok dolgoznak együtt, sok-sok ember dolgozik együtt, és ez nem csak egy adott időpillanatban lehet igaz, hanem folyamatosan. Tehát lehet, hogy 5 év múlva is kell még valakinek szenvedni azzal a unit teszttel, amit te írtál, úgyhogy próbáld meg úgy írni, hogy bárki képes legyen lefuttatni. Gomnyomásra fut, nem akarsz össze-vissza szkriptelni minden szészart ahhoz, hogy lefussanak a unit tesztjeid. Meg akarsz nyomni egy gombot, és kész. Jó, egy enter is. Okay. Gyorsan lefut. Azok, akik nem szeretnek unit tesztet írni, az általában ezeknek a hiánya miatt nem szeretnek unit tesztet írni. Sokáig fog futni, és akkor írd meg rendesen, és nem fog sokáig futni.
hogyha adatbázishoz kapcsolódsz közben, és lekérdezed a félvilágot, akkor nyilvánvalóan nem fog gyorsan futni, de nem is unit tesztet írtál. Jó. Hogyha lemegyünk egészen ilyen minimál szintre, hogy mik az ennyire basic elvárásaink a unit test kapcsolatban, akkor érdemes ezeket a kérdéseket megválaszolgatni mindig, miközben unit testet írsz. Hogy képes vagy-e hetek, hónapok, évek múltán lefuttatni a unit testet és megvizsgálni, hogy az milyen eredményt dobott. Bárki meg tudja ezt csinálni helyetted? Mennyi időbe tart, míg lefuttatod az összes unit tesztet? Egyszerű-e lefuttatni a unit teszteket, és pikpak meg tudsz-e írni egy unit tesztet? Ha ezek bármelyikére nemleges a válaszod, vagy valami, igen, nemleges a válaszod, akkor valami el van rontva. És érdemes megvizsgálni, hogy mi van elrontva, és mit kéne csinálni, hogy ne így legyen. Na mindezt összevetve, mi lehet a jó unit tesztnek a definíciója? Ez valami ilyesmi, amit itt láttok a szlájdon. Tulajdonképpen ugyanúgy az egyik kupac kód és a másik kupac kód van, és hívogatják egymást, viszont azon karakterisztikáknak megfelelően, amiket az előbb összeszedtünk. Kicsit előre szaladok, mert most pont ide kapcsolódik. Mit gondoltok, a unit testing framework-ök miért alapvetőek a unit test írása során? Ha megnézzük a karakterisztikáinkat, akkor egy unit testing framework ezeknek szinte 100%-osan megadja az alapot. Nyilván attól még te lehet, hogy írsz 1000 soros unit testet, hogy van unit testing framework, tehát a human error ellen azt sem tud mit kezdeni, de lehetővé teszi, hogy automatikusan futtassam a unit tesztjeimet. Egyet, x-et, sokat, mindet. Ugye bárki képes futtatni, mert hogy a unit testing framework-ot valaki megérte, dokumentálta, és ezren használják, 1000 millióan használják mondjuk, és akkor így már jobb lett. Minden esetre sokan használják. Várhatóan gyorsan fog lefutni, hogyha a unit test maga gyorsan van megírva, mármint úgy van megírva, hogy az képes gyorsan futni, akkor a unit testing framework-ed is várhatóan gyorsan fogja lefuttatni, és könnyű lesz implementálnod, mert olyan struktúrákat és eszközöket bocsát rendelkezésedre a framework, amelynek segítségével könnyen tudsz unit teszteket írkálni. Akkor próbáljuk egy kicsit beletenni a unit tesztelést ebbe a tesztelős világba, amivel az előbb foglalkoztunk. Ez egy vizsgáló folyamat-e a unit teszt? Miért? Hát megvizsgálja, hogy egy adott kódrész adott bemenetekre, úgymond, vagy környezetekre hogyan reagál. Így van. Ad-e információt arról, hogy milyen a szoftver minősége? Hát most például az 500 soros vagy több soros kód jut eszembe. Hogyha ugye nagyon sok az if benne, vagy nagyon sok a for, akkor ennek hatásai lesznek a unit testre, és onnantól kezdve látjuk, hogy nem feltétlenül túl jó minőségű a for. Ez az. Viszont az nem minőség, hogy össze tud adni a funkciónk két számot, vagy nem? Hogyha össze kell neki adni két számot? Nem. Miért? Hát mert az funkcionális követelmény. De a minőség az... Nem. Az egy minőség, hogy az én alkalmazásom működik, vagy nem működik. Az egy minőség, hogy ha oda klikkolok arra a buttonra, hogy megvegyem a könyvet, akkor az a könyv megvevődik. Tehát az a funkcionalitás, hogy beszurkálok a DB-be, meg elküldöm a, nem tudom, megrendelést a Amazonnak. Ez funkció. A unit test igenis ad információt arról, hogy milyen az alkalmazásom minősége. Nyilvánvalóan nem azt mondja meg, hogy a kód minőség megfelelő-e, hogy elég gyorsan fut-e az alkalmazás, és a többi, amiket jobban érzünk minőségi jellemzőnek, de az, hogy működik vagy nem, az a legalapvetőbb minőségi elvárásom.
Annyira, hogy már azt is gondolom, hogy nem is minőség, de az. Objektív-e? Mindenkinek ugyanazt jelenti az eredmény? Hát akkor legyen objektív. Független-e? Mondjuk két jó tesz független egymástól. Pontosan, ez már tőlünk függ. De alapvetően, ha a unit test úgy van megírva, hogy a unit testnek meg kell írva lennie, akkor független. Mi lehet a szkópja egy unit testnek? És még? Igen, fixture. Minden olyan, ami ahhoz kell, hogy a metódus, amit meg akarok hívni, az lefusson. Paraméterek és a többi. Funkcionális vagy nem funkcionális? Miért nem funkcionális? De abban viszonylag könnyedén megegyezhetünk, hogy funkcionális, mert a funkcióknak a az előbb volt róla szó, hogy a 500 fölötti soros a program, akkor azért az is látszik rajta. igen, de a unit test erről neked nem ad outputot. Nem mondja meg, hogy én most lassan futok, mert 500 soros metódusom van, amit éppen meg kell tesztelnem. Ez neked a fejedben egy info, hogy szoptál vele 2 hetet, hogy megírd a unit tesztet, de attól ez még nem egy nem funkcionális teszt. Te futtatsz egy nem funkcionális tesztet, hogy szívás van, és rájössz, hogy ez így nem jó, de maga a unit teszt csak azt fogja megmondani, hogy true vagy false, megy vagy nem megy. Tehát nem funkcionális, vagy miért funkcionális. Statikus vagy dinamikus? Miért? Hát nem fut közben. Kire? Verifikáció vagy validáció? Azt mondja meg, hogy hogyan csináltam a dolgot, vagy azt mondja meg, hogy mit csinálok? Validáció. Unit testing framework-ök. Egy kicsit már kolbászoltunk idáig az előző percekben. Megbeszéltük, hogy miért alapvető a unit testing framework, a unit test írás folyamatában. Hát azért, mert ezekre a igen-nem kérdésekre megadja a választ. Mit szeretnék kapni a unit testing framework-öktől? Segít abban, hogy könnyedén írjak unit teszteket. Segít abban, hogy lefuttassam különböző elvárások mentén a unit tesztjeimet. Egyet, többet, x-et, mindet, stb. És valahogy megmutatja a futásának az eredményét. Vannak olyan folderek, hogy SRC meg teszt, ide szoktuk pakolgatni a unit teszteket. Valahova ide rakok egy klaszt. Elneveztem X-tesztnek, és azt mondom neki jobb klikkel, hogy én szeretném unit tesztként futtatni, amit még nem enged. No, ezt lehet, hogy nem tudjátok elolvasni, de hogyha van egy ilyen klasszotok, és használtok olyan eszközt, amivel a Unit Testing Frameworknek megmondjátok, hogy ez a metódus egy tesztmetódus, akkor az Eclipse beizzítja a Unit Testing Frameworknek a pluginjét. Innentől kezdve nyomhatok jobb klikkel olyat, hogy Run as JUnit Test, mert az Eclipse ilyen okos. Bele van építve a JUnit, és magától felismeri, hogyha egy class az unit test.
hogyha elindítom, akkor megmutatja nekem a futásának az eredményét. Tehát akkor nézzük meg, hogy mi is volt itt. Az volt, hogy segít nekem unit tesztet írni könnyen. Tehát, hogy segít abban, hogy könnyen írjak unit tesztet. Hogyan segített ebben? Adott egy annotációt, amivel megmondtam, hogy tadá, itt van a metódusom, és ez egy unit test metódus. Segít abban, hogy valamilyen formában lefuttassam ezeket a unit teszteket. Jobb klik, run as JUnit test, és lefutott a JUnit tesztem, és ezzel lefuttattam egy darab tesztet. Mást is lehetne csinálni, mondjuk az egész projekten klikkolhatnék, és akkor az összes unit tesztet lefuttatja. Ezt most nem mutatom meg, de higgyétek el, hogy így van. A következő pedig ugye az, hogy valamilyen formában megmutatja, hogy a unit test az lefutott, és megmondja, hogy mi történt a unit test futása közben, tehát ad egy riportot. Ezt a riportot látjátok itt a baloldali kis lyukban. Most pedig teljes képernyőn. Megmondja, hogy hány darab unit test futott, hány darab unit tesztet akartam futtatni, volt-e error vagy failure a futás során, és a többi, és a többi. Lehet olyat csinálni, hogy eltörjük a tesztet. Ebben az esetben, hogyha lefuttatom a unit tesztemet, akkor meg piros lett. Mert hogy kiszállt egy olyan exception, amire nem számítottunk. Még most gyorsan megmutatom, hogy ennek a test annotációnak, amivel megjelöltem a metódusomat, hogy ez legyen unit test, adhatok egy paramétert, hogy expected, és itt megadhatok egy class nevet, hogy runtime exception plont class. Így meg már zöld lett, mert ezzel megmondtam, hogy én azt szeretném, hogy ebből a metódusból kirepüljön egy olyan exception, amit úgy hívnak, hogy runtime exception. Tehát ezzel bezöldítettem. Ezt most azért mutattam meg, mert a következő feladatban lesz ilyen exception-ös témakör, és így sokkal egyszerűbb, mint hogyha try-catch-el dolgoznátok. De try-catch-el is természetesen lehet. Megnéztük, hogy írhatunk unit tesztet könnyedén. Mennyi időbe telt megírni egy unit tesztet? Hát rá kellett tenni ugye a unit test annotációt, vagy a test annotációt arra a metódusra, és már is írtam egy unit tesztet. Lefuttattuk a test metódusokat, vagy a unit tesztemet, meg megnéztük, hogy milyen eredményt produkált a unit test. A unit testing framework ad egy library-t, amivel olyan dolgokat tudok csinálni, hogy például megjelölöm a metódusaimat, hogy azok legyenek unit test metódusok. Ez ugye a középső bullet point. Aztán vannak olyan unit testing framework-ök, ahol különböző base klasszokat vagy interfészeket is kapunk, amiket éppen ki kell valamilyen formában terjeszteni, és akkor lesz unit testem. Ez a JUnit 3-as világban volt jellemző, ahol extendelni kellett a testkéz nevű klaszt. Most már nem kell ilyet csinálni, mert annotációval megjelöljük, és akkor van. Aztán a unit testing framework ad egy set of assert osztályt, amik segítenek abban, hogy eldöntsük, hogy a kódunk úgy fut-e, ahogy kell. Tehát ugye volt az egyik kupackód, meg a másik kupackód, az egyik meghívja a másikat, és amikor a másik lefutott, akkor az egyik megvizsgálja, hogy olyan dolgok történtek-e, amiket ő szeretett volna a legegyszerűbb esetben, ugye várok vissza egy paramétert.